Karikó Katalinnal beszélgetünk, méltán mondhatom, hogy a leghíresebb magyar kutatóvány. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Évtizedeken át kutatta az mRNA-s alapú vakcinának a kidolgozását. Mi volt az, és ugye ráadásnak az elején nagyon sokan nem hittek benne, hogy ez sikerülhet. Melyik volt az a pillanat, azt a pillanatot mesélj el nekünk, amikor megérezte, hogy a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban ez a módszer áttörés lehet és hatékony lehet? Hát az igazság az, hogy valójában sokkal hamarabb éreztem fontosságot a módosított RNS-eknek, tehát más terápiás alkalmazásra. És hát ugye én nem igazából vakcinát akartam kifejleszteni, hanem terápiás felhérjét kódoló messenger RNS-t. És hát ugye a kollégáimat érdekelte legfőképpen a vakcina. De aztán én is belefolytam a munkába, és hát a BioNTech-nél az influenza elleni vakcinának a kifejlesztésében sokat dolgoztam. És hát a cégünknek a vezetője az, aki realizálta hirtelen, hogy Wuhanban egy ilyen központi város, és hogy a koronavírus megfertőz embereket, akiknek nincsen semmilyen tünete, és ebből azt gondolta, hogy azok az emberek elviszik mindenfele a világba, és akkor realizálta, hogy gyorsan vakcinát kell csinálni. A influenzára már készen voltunk, hogy elkezdődjenek az emberi kipróbálása, és ez egy rövid idő alatt át lehetett váltani, tehát egy néhány hét alatt el lehetett készíteni a koronavírusra. Tehát valójában nem ez nem egy ilyen pillanat volt, hanem egy folyamat volt, és hát ugye a cég hirtelen átállt és elkészítette a koronavírusra. Hogyha nincs a koronavírus járvány, akkor önt valószínűleg ma nem ismeri a világ. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Hogy indult kisújszállással, ugye mondta, hogy ön kutató akart lenni, bár életében kutatóval nem találkozott igazából. Hogy lehet ezt a több évtizedet feldolgozni, hogy ahonnan indult, és ahol most tart, mert ugye pillanatnyilag ön a Nobel-díj egyik legkomolyabb várományosa. Hát a kutatók általában nem visszafele néznek. Ha visszafele nézek, már elgondoltam volna, hogy leérettségiztem, és mondjuk a szüleim nem is érettségiztek, és akkor már elég messze elmentem. Soha nem hátrafele nézek, hanem mindig az előre, hogy még mit lehet tenni, és nem tekingetek visszafele, hogy annyira. Hát tudom azt, hogy honnan jöttem, és nem is felejtem el, csak nem arra koncentrálok, hanem hogy mi a következő feladat. És valójában az RNS messenger RNS terápia területén ismert volt a nevem. Az első messenger RNS kongresszuson én tartottam az első beszédet, mert tudták, hogy én vagyok az, aki a legrégebben ragaszkodott ez a témához. Ez 2013-ban volt, tehát 8 évvel ezelőtt. És hát azon a területen ismertük egymást, és hát a különböző terápiás alkalmazások már klinikai szinten voltak, tehát csak a nagy közönség nem tudta, hogy szív elégtelenségre, meg különböző más betegségekre, 20 éve például a rákellenes vakcinát, azt már próbáljuk humán emberi teszteken. De ott még nem értek el áttörést igazából. Igen, mert a kihívás a sokkal nagyobb, nem tudjuk pontosan, hogy mi ellen kell a vakcinát elkészíteni. Tehát itt egyértelmű volt, mert mind a Pfizer, a BioNTech Pfizer és a Moderna vakcinában ugyanazt a fehérjét kódolja. Tehát ott egyértelmű volt, hogy minek kell a vakcinába bekerülni. De a rák esetén van 200 féle rák, nagyon sok mutáció, és nem tudni, hogy melyik az, amelyik felelős a rák további terjedéséért. Nagyon bízom benne, hogy itt is lesz majd egy ilyen áttörés. Ha nincs az mRNA alapú vakcina, csak a hagyományos módon működő vakcinák a koronavírus elleni küzdelemben, akkor is itt tartanánk-e most, ahol? Mert látjuk, hogy valóban az egyetlen kiút csak a vakcina lesz. Hát mondjuk Amerikában az a 260 millió vakcinát, amit beadtak, annak nagy része az messenger RNA-s vakcina. Tehát ott nem, a Johnson & Johnson azt hiszem három héttel ezelőtt újra engedélyezték. Az egy hagyományos, nem is hagyományosabb, mert az is eléggé újdonság, mert ilyen hordozós vakcina egyébként csak egyetlen egy volt azelőtt, amelyik bevezetett volt. Tehát nyilvánvalóan nem tartanánk itt, mert azokat a vakcinákat sokkal bonyolultabb kifejleszteni, és a
és a nagy mennyiségű előállítás és sokkal nagyobb kihívás, mint az RNS esetén volt. Tehát az RNS alapú vakcináknál könnyebb volt a nagyobb mennyiséget gyorsan előállítani. Muszáj feltennem egy kérdést, Magyarországon vagyunk. Mennyire érdekli önt a politika, és mondom itt, hogy mire gondolok. Ugye a miniszterelnök úr Kisújszállási asszonysának nevezte. Ön erre akkor nem kívánt reagálni. Viszont amikor kiadott egy kormány egy táblázatot a vakcinák összehasonlításával kapcsolatban, akkor ön azért elég határozottan kiállt, és szépen átrajzolta, hogy szakmailag mennyire nem megalapozott, amit csinált a kormány. Utána viszont fotózkodott Orbán Viktorral, ebből ugye a disznósajt jött ki, tehát foglalkoztatja önt az, hogy Orbán Viktor nyilván egyrészt szeret például önnel fotózkodni, de közben a szakmai munkásságáról nem nagyon beszél. Hát a disznósajt az igen szakmai munka volt, ugyanis nem azért, mert az apukám hentes, csak én említettem ezt a disznósajtot, ugyanis arról volt szó, hogy a BioNTech-nél ugye állati vakcinákra is dolgozunk kifejlesztésén, és ugye én a kollégák azt hitték, hogy a comba is be lehet nyomni a vakcinát, és én mondtam, hogy nem, azt a fül tövére nyomják, és adják be az állatnál, a disznónál, és ezt nagyon jól tudtam, mert mondtam, hogy az apukám hentes volt, és mikor disznósajtot csináltunk, ő mindig azt a részt kivágta, ugyanis abban toxinok felhalmozódhatnak a vakcinából, és ezért vannak, hogy az emberek meg is haltak disznósajttól. Úgyhogy ez egy tudományos, még hogy nem is olyannak hangzik, tehát nem arról volt szó, hogy mennyi paprikát vagy egyebet kell beletenni, hanem arról volt szó, hogy minden ismeret, tehát mindegy, hogy az ember a hentesnek a lánya, akkor is olyan is információi lehetnek, amit a kollégái nem tudnak. Értem. És ugyanígy volt a kukoricára is, ugye, hogy amikor a kollégákat kérdeztem, hogy hány kukorica, hány cső van egy kukorica száron, ugye, és az is csak arra utalt, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezni, mikor kisgyerekként törtük, tudtam, hogy nem 8 cső van egy száron, hanem csak 1 vagy 2. Szóval a Kisújszállási asszonyság nem bántatta meg. Nem, én engem hívtak már ennél sokkal rosszabbul is. Hogyan? De ez nem, hát a kollégák ugye, akik voltak hát ugye nem kell, nem titok az, hogy többször ajtót mutattak, hogy állásomból elbocsájtottak. Nem azért, mert rossz voltam, hanem azt akarták, hogy ott maradjak. Egyetlen utolsó, nagyon gyors kérdésem van, ha Nobel-díjas lesz. Mire lesz büszkébb? Arra, hogy Nobel-díjas kutató, vagy arra, hogy anyaként egyébként a lányának 2 olimpiai aranyérme van. Melyik az erősebb érzelmi töltet önnek, ha itt lesz? Hát, ha én ilyen díjat kapok, én talán annak örülnék a legjobban, hogy ahogy mások örülnek neki. Ez az igazság, de hát persze büszke vagyok a lányomra, és hát ugye Hajdonán, mikor a egyetemen dolgoztam, ugye általában bemutattak, akkor megmondták a nevem, de nem mondták, hogy RNS-sel dolgozom, csak az, hogy az én lányom 2-szeres olimpiai bajnok, általában ezt mondták. Ezért voltam híres. Ugye most az történt, hogy a lányom egy RNS cégnél dolgozik, és már nem kérdezik az érmekről, csak arra hivatkoznak, hogy az ő anyukája kicsoda. Úgyhogy most megfordult a kocka. Ez így van. Nagyon köszönöm, és nagyon várjuk majd, hogy valóban lesz egy újabb Nobel-díjasunk. Köszönöm az interjút.